Batman póló fölvéve! Ez azt jelenti, hogy új ötletek, új nap, új ötletek, új érdekes dolgokkal érkezett a Keeper. Komolyan rengeteg ötletet hoztam magammal, ez olyan lesz, hogy egy egész generációnak. Tudjátok, mire hasonlít már leginkább? Mire fog ez hasonlítani? Vannak ezek a voltok a Fallout részekben. Na, de nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy megvan-e a zombi belőket rendbe, ugye? Ez az első, úgyhogy várjatok. Kíváncsi vagyok. Gyerekek! Jó, most nagyon fogom lőni. Egy dolgot még ki fogok próbálni, várjatok? Hű, szétlődött te! Mocskos cikk! Várjál, nem látok. Ele 300 XP, gyerekek! Oppa! Ez azért volt ilyen rohadt teres ez a zombi, mert 1300 XP-t is adott. XP-t is adott ugye a képőnek, úgyhogy ez igen, ez nagyon kemény volt ez a hobbi. Na várjatok fel! Upgrade-elem, mit csinálsz, Keeper? Álljál le! Annyi ötletem van megint, hogy meg fogtok őrni, hallod? Esküszöm, meg fogtok őrni. És az a jó, hogy így tudok ugye összerakni, meg fel tudom upgrade-elni. No problemo, kijavítani a rossz dolgokat. A felső tüti, ugye? Nézzük meg, a felső tüti. Tehát akkor a felsőket kell össze vassal kiverni. Mindig ez a kiverés, ugye gyerekek? Na, viszont húzzunk be! Egyébként vigyáznom kell, mert megsebesít ez a dolog. Gyerekek, nagyon király, megmarad a zombi, ha kilépsz, ha belépsz. Egyébként nagyon sokan írták, hogy nem marad meg, de látjátok, hogy megmarad. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Egyébként tényleg ettől nagyon boldog lett a Keeper. De várjál már, kaja, pia, izé legyen minden nála, mert a Keeper nagyon szomorú. Hogyha olyan dolgok történnek, hogy kevés az ital. Millió dolgunk van megint. Megint akkor a fabetét, ugye? Várj. Nem értem ezt az ecsetet. Azt majd egy kicsit el is engedjük. Majd a CSL-i a 115-ösökre a Keeper. És akkor turn-on-oljuk az olyan dolgokat, és megnézzük, hogy mi a szituáció. Itt megy be a clay. Mi kellene? Ide iron kellene, csak azt hiszem, hogy ironon pont... Na, de jól néz ki a zombi lent felirat, gyerekek! Ironom az meg pont nincsen. De mindegy, várja már. Iron kellene ebbe bele. Jó, hát ezt a keveset berakom, bár akkor azt csináljuk, hogy kevesebb fával. Turn on. Meg akkor elosztjuk. 12 perc alatt biztos be fog menni. Hát igen, vas kellene majd itt. Ide nincsen semmi, amit berakhatnék. Ide, várjál már. Ide, itt mi van? Van itt clay minden. Sanyika, ne kezd el, ne kezd el most. Ide clay kellene, ugye van benne. Van benne valami, van benne iron. Szóval az akkor menjen. Oké, gyerekek, akkor ez így áll. A Zombieland feliratot egyébként gondoltam, hogy egy darab upgrade-et tolunk rá, várja, nincs nálunk acél, mert a mögötte lévőt nem, hogy véletlenül felupgrade-eljen, de nincs. Ó, hát ez még inkább nem látszik. Ez még inkább nem látszik. Ó, a rohadt életbe! Leütöm. Jó volt fából, majd rájövünk, hogy kell festeni, de most nem ez a lényeg, mert megint a Keeper kicsit kitalált egy csomó mindent. Úgyhogy... Egy pillanat és már fogjuk is csinálni. Sanyika, ne kezdj el ásni! Sanyika! Hallod, ne őrizd meg a párat! Hallod, ne kezdj el ásni! Ne! Ne kezdj el ásni! Ne kezdj el ásni, bassz! Mindjárt jön a gyereket! Megölöm a Sanyit! Megölöm! Mit csinálsz ezzel? Nem kell neked ez a tálban! Egyébként nem is ások, hanem elkezdte a táját, huzingál. Nem huzingál az a táladat, bassz! Jó, ez így lesz. Bocsánat, be kéne állítani még az időt, ugye? 3 óra 50. Jó, majd kellene szerezni vasat, nézzük meg, kaja alapanyagom van. Hoppá. Jó, most mit, hol van? Hova, mit, mikor? Tojás. Nézzük, tojás, így, és akkor tudok csinálni 2 darab sonkás, békanes tojást. Jaj, de jó, retem.
Oké, mindjárt egybe rakom a fákat, nem kell aggódni, gyerekek. Új, és két békönös tojásunk lesz, az már nagyon jó. Ki kellene pakolnom, vagy nem kellene kipakolnom, ha építkezek? Mert építkezni fogunk, gyerekek, mert a kipor már megint kitalálom egy csodálatos dolgot! Esküszöm. Először is ezt a két fákját levesszük. Kitaláltam, figyeljetek, nagyon nagy ez a bunker, és mivel nagyon nagy ez a bunker, lehetne még, úgyhogy jó rész ki az egész, lehetne még egy kicsit építkezni, és én úgy érzem, hogy fogunk is építkezni, kellene csinálni egy 30 darab frame-et. Basze. Várjál már. Viszont kellene csinálnunk acélt, mert ugye acél az kellene. Azokban, amelyikben van mind a kettő, abban elkezdjük égetni az acélt. Itt például van, melyikben nincsen, ebből kellene kivenni ezt meg ezt. És át kellene rakni ebbe, ilyenkor mindig ezt csináljuk, tudjátok. És akkor ugye már is tudunk acélt csinálni. 290 darabot, baromi jó. Ugye iron-t majd szerzünk. Iron-nal vagyunk meglőve leginkább. Várjátok, mennyi fang van benne? 9 percig, hát akkor rakjunk bele egy keveset. És kitaláltam megint valami csodálatos dolgot, bazzel, nem hiszem el, hogy mindig nem szabadnak gondolkoznom ezen a játékon, mert mindig kitalálok valamit. Várjál már. Nem is itt csinálom. Mi a vagy keeper? Mit csinálod? És itt 25 percig volt. Mi a francot csinálsz, keeper? Mert meg itt jár az, igen, egyébként megjegyezte Ferike múltkor, hogy sokkal gyorsabban gondolkozom, mint amennyire tudod csinálni a dolgokat, az a bajod, mert mindig ezt csinálod, a hülyeséget. Ezt turn off folyjuk, mert nincsen benne semmi. Jó, oda is be kell rakni az acélt, ide is kell, és akkor tudunk csinálni minden, ide ugye a clay az olvad be, úgyhogy itt is tudunk csinálni majd acélt. Viszont, nézzük meg kint, hogy mi a szituáció? Sikító zombit, ha látunk, akkor azt be kell csalnunk, ugye természetesen. Tegnap jó sokat kellett várni a helyzetre. Várjál, kellene egy olyan lépcsőt, mert nem fogom tudni becsalni a sikító zombit, hogyha... Nem mondod, Sajika, fejezd be az ásást! Töködet szétrugom, bazzel, komolyan mondom. Sajika! Szétrogom a tököket. Jó. Csinálunk lépcsőt. Mondjuk ide a közepére. Akkor kell ide, ugye? Meg kéne még egy, de várja, akkor le kéne kopiznom ezt. Így. És fel is fogom upgrade-elni valamilyen szintre, hogy ne üssék szét, mert ugye az előtt is szétütötte a csávó, és ez nekem nem jó, hogyha szétüti. Mert ha szétüti, akkor könnyen, nem megy be ugye, akkor itt majd kergetőzhetek vele szépen. Úgyhogy... Fára felabrédeljük, jó? Oké? Okay? Így vagyunk. Sikító zombi valahogy is lesz, becsaljuk ide és akkor farmoljuk az XP-t. Akármit is csinál. De most más fogunk csinálni. A keeper ezt kitalált valamit. Mert kitaláltam már megint valamit. Hát persze, mert miért ne? Mert... Mi az, hogy megint éjjösek vagyok? Nem most tettem? Mi a szar van? Szarod a kaja, mi? Kopi. Ez a kopi, jó. Valamit kitalált a keeper, hogy még egy védelmi vonalat beikta, és ezt úgy fogom elérni, nem valami bonyolult lesz. Nem oda. Ide, így. És hogyha eltörik azt a védelmi vonat, még van... De várjál már! Csináljunk valami mást! Mindig ugyanabban gondolkodunk. Annyira unalmas, nem? Úgyhogy nézzük meg, hogy... várjál, tudok csinálni ilyen hosszúkás rácsot? Ilyet. Fából? Meg kellene nézni azt, nem? Az a lényeg, hogy... Az minek nevezik? Bár? Ó, van. Centere. Centered van, és van szélső. A szélső kellene nekem. Jó, de jó, így is fel lehet upgrade-elni ezt is. Ezt imádom, gyerekek. Na, ilyenre gondoltam, hogy csináljunk. Gyakorlatilag. Egy ilyen ketrecet. Nem láttátok a izét? Miben volt? A ravasz az agy és a két füstölgő puskacsőben volt? Amikor egy ilyen ketrec volt az ajtó körül a drog dílereknél. Az baromira jól meg volt csinálva. És azt így bírta a képek.
Így. Na, de már nem jó. Nem jó, mert ez már máshogy van. Ezt úgy kellene forgatnom, így. Így befele. Ugye? Befele volt fordítva? Itt is befele volt fordítva? Befele volt, ugye? Jó. Oké. Figyelj, kettőn már nem tud kiugrani, ugye? Úgy vagyunk. Ha jól emlékszem. Így. És ez olyan kis feelinges, nagyon tetszik. Esetleg a tetejét is meg lehetne csinálni ebből, de nagyon tetszik, nagyon jó. Egy ilyen ketrec, érted? Hogyha betörnek, akkor még egy, ha van egy védelmi vonalat. Na várjál, a tetejét is meg kellene csinálni, valahogy föl kéne ültni rá. Lerakok ide egy ilyet, felugrok. Úgy. Na, az a pár szörnyűt. A teteje úgy kellene, hogy fölfele forgadva, várjál. Advanced. Keresztbe legyen? Keresztbe legyen. Hát tetejének annyira nem sok értelme van, de hát legyen, legyen. Hallod, baró nekem, ez nagyon bejövős. És... tök olyan jó dolgokat lehet kitalálni. Mi a fa? Elfogyott? Valahogy annyi tudsz kell, hogy azt megőrülsz. Na, kellene még egy 30 darab legyen. Az aj, a létát is felkaptam, nem? Vagy levettem, úgyhogy azt figyelni kell, hogy a csalom. Meg is kell csinálni, mert különben az lesz a baj, hogy... és igen, most meg... várjál. Le lehet kopizni azt is, hogy hogy fordítsa, nem? Igen, ez. Ó, hát jó. Közben egyre jobban jövünk rá a dolgokra, ugye? Várjál. Jó, hopp, a leleeső. Ne, Sanyi, ne! Ne, az ablakon keresztül bocskát lát, megőrülök most. Jó. És akkor kellene egy door. Ezeket jó, ezeket fel kell, enged, fú, vagy annyi cucc kellene, az a baj, gyerekek. Fel kellene upgrade-elni mindent, ugye. Kell egy door. És akkor ezt így rakom be, oda nézve, ugye? És tök jó, mert betörnek, akkor innen pá-pá-pá, ütöd, lövöd, minden, itt már nagyon-nagyon-nagyon. És akkor, vagy hogyha betörnek ide, akkor nem innen lősz, hanem van időd még fölfutni, érted? Érted? Mert akkor nem az van, hogy áááá, itt futkoznak agyba fölbe, fölfutsz, és onnan tudod őket lőni. Nagyon adja, nekem nagyon bejön. Ó, gyerekek, egyre jobb a bázis. Kellett csinálnunk egy létrát. Mert nincsen. Várja már. Ezt át kell alakítani. Lal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 
Na, eloznám. Nem, eloz. Eloz. A gyerekek minden... Kitalálom, már jó, hogy nem medencét csinálok magam. Úgy, és akkor így ki tudok ugrani majd. Oké, srácok. Sikító zombi akármikor jön. Semmi más nem fogok belecsavarni, mert sok értelme nincs. Sikító zombi, igen. Egyébként, amit becsavartunk zombi, az, az valami nagyon epic volt. Jó. Akkor ez kész van. Ezt lehet, hogy felupgrade-eljük egy betonig, nem? Ha már egyszer, figyelj. Van nálunk beton? Meg... Cobblestone! Ne legyél hülye. Cobblestone nincsen, de clayünk az van. Van még clayünk, úgyhogy kellene egy, tudom én, 200 cobblestone. Ta? Mi van? Tó! A cobblestone, fasz. Bocs, bocs, bocs. 220-at tudok vele. 25-öt, 30. 300. És megint alapanyag hiányba fogunk szenvedni, várjál. Először fenyomjuk izére, fára. Őrülten jó ez a cucc, hallod? Ez az egész, ez a bázis, ez nekem nagyon tetszik. Azért most egyelőre itt csinálom, hogy a cobblestone addig termelődik. Persze, ajtó is kell, minden, hát full dorokat kell majd csinálni, úgyhogy rengeteg mechanikus, meg mindent kell majd gyűjtenünk. Közben persze. Hoppa! Nem baj. Ugye betonig mindenképpen felupgrade-eljük.
És az a finom ráccsal, ez nem íze, nem vagy ilyen klaustrofób. Nincs ilyen klaustrofób érzésed, ugye? Önszerem eszak? Nagyon jó. Á, de megint ilyenség vagyunk. Mindjárt. Ugye, írtátok egyik videó alatt, hogy nem fogom tudni csinálni egy idő után. Mit fogyott el? Kablosztom. Mennyit csinál még? Jó van, oké, nyugalom. Nézzük, mi a szituáció. 107, csinálja folyamatosan. Jó van. Jó, hogy tolvasztja. Cementet azt csinálhatjuk. Ja, írta valaki, hogy jó hülye vagyok, hogy a cementet itt csinálom, miért nem úgy lootolom. Mert igazából itt nem kell vele foglalkozni. Csak annyi, hogy bepakolom, és akkor termelődik magától. Tök nem kell. Mert ugye lehet ilyen raklapos árut így összegyűjteni, de nem akarom nagyon. Na itt a clay is megy befele, tök jó. Azok meg ugye nem égnek. Na várjunk, együnk egy rántott húst. Nem vagyunk amortizálódva. Együnk még egyet. Ja, el kell menni rendesen. A kaját is kellene ugye gyűjteni. Gyerekek, hallod, ez annyira epic. Nem, most én tényleg nem akarom magamat itt hype-olni, de az annyira jó. És ez izébe jutott eszembe, tényleg volt egy ilyen... Volt egy film. Azt hiszem, hogy a ravasz az agyba volt. Ja, most már nem tudom odarakni, ugye? Nem. Várjál már. Ugye kettő oldalára rakjuk akkor. Hát tudod, ez nagyon epikus, nem? Nagyon jó. Jó, bármennyire is nem szeretitek, bocs srácok, de vagy kell csinálnom egy olyat, hogy... Elmegyek üzölni, elmegyek lootolni. Vagyis nem lootolni, hanem bányászni. Clay, vas, bányászat, egy ilyen... Lesz egy rész, vagy nem... Gameplay-en kívül csináljuk, az meg olyan nem jó, nem? Oké, akkor... Acél ég, jó, nincsen semmi gond. Ezt meg majd megoldjuk. Ugye kell még hozzá vas. Hol tartottuk? Mit szerettünk volna még csinálni? Hát lehet, hogy el is mehetnék egyébként clayt meg vasat gyűjteni, mert miért ne, nem? Aztán közben lehet, hogy össze is akarok egyik hülyével. Nézzük, hogy mi van. Ja, ki kéne pakolnom valamennyire, nem? Ki kéne valamennyire pakolni? El vagyok ázva? Mi a szartól? Én nem is értem a dolgokat. Ki kéne pakolnom, jó? Sorba megyünk, meg amíg esetleg kell valami, akkor azt meg magamhoz kellene venni. Ilyen nincsen, a fa, ez menjen ki. Honnan van ennyi kacat nálam? A hármas pisztoly. 300, izé, eladásra, ugye? Eladó cuccok, hármas pisztoly eladásra. Vas van nálam, vas, igen, az acél meg ez, más vas nincs nálam, de ez a cső. Berakom azt majd, azt leszkreppeljük, stone az biztos, hogy van nálam egy csomó. Oké. Több stone nincs, rész esetleg nincs, ólom esetleg nincs, elektromos esetleg nincs, mechanikus esetleg nincs, mechanikus se, érdekes. Szelves craft. Az van, ez, meg ez is ugye a szelveshez szokott. Az egyéb crafthoz ahhoz van bőven. De motort nem kell kirakni. Egyéb craft. Eladó cuccok. Nincs semmi. Ja, az egyéb crafthoz menjen ez az ecset is. Fegyver és páncél modifikáció nukku. Fegyver alkatrész viszont van. Ezt a clayt, ezt a stone-hoz berakjuk. Ezt mindjárt bepakolom, ezt is. És a többi az maradhat, ugye? A többi az maradjon, ezek így vannak. Az a baj, elég sok mindent kell vinnem. Sajnos. Tollasz fegyver alkatrész. Igazából azt mondom, hogy tollban nem is lehet más csinálni. Na, és akkor pia alapanyag, oké. Okay. Jó van, gyerekek. Meg is vonánk. Ja, a izét kellene, egyébként a kaját kellene megoldanom. A kaját kellene megoldanom. A kaja megoldása, az meg úgy kellene, hogy kellene csinálnom egy izét, egy valami üvegházszerűt.
De kellene például még több acél. Fú, várjatok, az acéllal upgrade-eljük már fel, most már valószínűleg kisült egy csavó. Nézzük, hogy még vannak. Igen, 150 át. Jó. Itt mi történik? Akkor van még kőben? Van még bőven kő, oké. Jó, felupgrade-elem szerintem. Kajapia szinten mennyire szar. Kellene inni egy pár italt. Ja, meg hogyha rámennék arra, hogy például jobban bírjam ugye a kaját meg a piát, akkor mindjárt jobban lenne. Majd lassan kell vizet is készíteni. Hát az nem lesz egy nagy eresztés, a vízkészítés. Jó, gyerekek, menjünk. Aztán ha véletlen találunk. Sikító zombit, akkor meg csaljuk. Aztán akkor XP formulás lesz. Oké, és kacok. Ja. Vagy megcsinálhatnánk az üvegházunkat. Az üvegházra gondoltam, hogy itt egy kicsit távolabb, hogy azért néha rá tudjunk nézni, viszont lehet, hogy valami... Egyébként gondolok valamire, gyerekek. Gondolok valamire, hogy az üvegházat hogy tudnám megoldani érdekes módon. Lehetne valami olyan, egy ilyen lábon álló. Vagy pedig egy... Vagy a... Úristen, milyen jól néz ki az egész. Annyira epik jó. Nem akarom a bázisom fölében, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy fúrni akarnak, akkor ne az legyen, hogy... Ne az legyen, hogy szétcsesznek mindent. Az üvegház, hova lehetne? Ide rakjak, de hát ez olyan kicsi lenne. Azért gondoltam olyat, hogy lehetne egy ilyen... Olyan struktúra, hogy egy félig a... Ezekben van, félig. Félig a sziklába. Vágod, mire gondolok? Hogy egy ilyen... Félig szikla. Baszik, sziklakert! Vagy fölülre? Vagy mégiscsak fölülre? Nincs hely neki, az a baj itt. Azt rühellem. Itt mégiscsak csináljak egy helyet. Csináljak egy ilyen félig... Az a baj, itt megjön a zombi horda, letarolja meg. Mit tudom én. Nem jó, hogy nincs neki hely. Csinálnék ide, a kiégett földre, a francia sem bele. Nem tudom, hova legyen az üvegházam. Minden esetre a fát lehet, hogy kicsapom, és akkor újra ültetem. Jó lenne egy zombi. Egy sikító zombi. Nem tudom, honnan akasszak le. De viszont az erdőm az már biztos, hogy megnőtt. Kellene. Én még mindig nem nőtt meg az erdő, beszarok rá, hogy a francba. Nem tetszik neki. Nem lenne muszáj, hogy nagyon közel az üvegház, nem? Nézzük meg, itt nem-e tudnám megvalósítani valahol. Ilyen kis meredélyen, egy magaslaton. Mindjárt kitaláljuk el. Üvegház kellene, azt akkor nem lenne olyan, mondom egy darabig. Mennyire vagyunk messze még a házunktól? Még nagyon messze vagyunk? Ha? Na, mondjuk itt nem lenne rossz, nem? Itt fönt az üvegháza. Vagy fölé. A lépcsőház. A lépcsőház. Megcsinálj a lépcsőházat teljesen? Fölig? Mondjuk nem lenne kis munka. Meg kell nézni, hogy meg kell jelölnöm, hogy a lépcsőházam az hol van, és lefele leásni. És megcsinálni. Csak az a baj, hogy addig eléggé veszélyes. Hátulról be tudnak támadni. És hányadik nap van? 26. nap van. Ezt a 28. nap után kellene. Mindjárt megnézem, hogy a lépcsőház az hol ér neki fönt. És akkor megcsinálni teljesen, és akkor gyakorlatilag a lépcsőházam... Na, nincs. De lehet ide Ferike, mert Ferike mondta, hogy nem tudok lefele menni. Hát itt tudok majd lefele menni. Jó lesz az. A lépcsőháza itt lenne, itt vagyunk a közepén. És megjelöljük magunkat, jó? Megjelöljük, hogy a nyíl közepe, a lépcsőháza, a nyíl közepe legyen a quick pointunk. Ez egy kis tudék. Ja, így. Oké? Okay. És akkor fölmegyünk fölülre, megnézzük, hogy az
hova ér neki. És fölül meg tudnám csinálni a... mi az? Kertemet. Viszont annyi, hogy addig nem kötném össze a lépcsőházzal, a 28. napig. Érted? Jó, akkor ez lesz. Megnézzük, meg kellene csinálnom a kertet. Ha-ha, tök jó! Csinálunk egy üvegházat! Egyre több dolgot. Na, hát nincs annyi alapanyag a világon, mint amennyit. Igen. Egyébként nagyon jó. És fölötte ledne akkor. Tök jó. Pont fölé csinálnánk esetleg. Letarolnám síkra a tetejét, vagy pedig beépíteném. Majd mindjárt megnézzük, hogy az hol vagyunk. Hol jutnánk le? Lehetne még arra egy picit, hogy itt a... Itt, aha. Mi van? Jó, majd felveszek mindent, úgyhogy... No problém. Mindjárt megnézzük, hogy hol is vagyunk. Hol van? Hol jár? Itt. Itt jutna... Itt érnénk föl. 2, 8, 2, 3, 2. Jó, valahol itt. Igen, pont itt jönne fel a lépcsőházunk. És akkor meg tudnánk csinálni mondjuk az üvegházat ide. Így. Itt síkbe hoznám. Na, bazze! Megvan a projekt, gyerekek, síkba kell ezt hozni. Itt jön neki a lépcső, és akkor itt lenne mellette, ezen a részen a üvegházam. Oké? Okay? Akkor álljunk neki, gyerekek, no problemo, adjunk neki, mint az őrült, kapcsoljuk fel a világítást is. És akkor csinálunk ide egy sík területet. Jó? És ide megcsináljuk a kertünket, mivel nagyon gyér a kaja felhozatal, és most már el kell kezdeni kertészkedni. Nitrátot kell majd szerezni hozzá, egyelőre előkészítjük. Akkor itt jövünk föl. Itt lesz a följárat, itt lesz a lépcső, és akkor arra. Majd annyit kell csinálni, hogy blokkkal lefakoljuk. Csinálunk blokkokat. Nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek. Meg inkább balra orientálódjunk. Meg még balra. Tök jó, már jön a clay, úgyhogy marha jó. Építkezni a legjobb dolog, gyerekek, a világon. A kalandozás, meg az építkezés, imádom, és ebben a játékban mind a kettő van. Ezt tudjátok mi? Ez egy baromi jó, egy Minecraft copy-szerű dolog, sokkal inkább jobb verzióban. Imádom. Jó, ide csinálunk egy nagy placot, egy egyenes placot, az a lényeg. És egy rendes üvegházat fogunk készíteni. Hogy följövünk, bemegyünk az ajtaján, és akkor ilyen tök jó érezzük magunkat, ilyen kellemes lesz. Imádom már most. Tudunk? Jó, ezt nem kell adnom volna. Na mindegy. Nem tudunk csinálni dirtot, vagy valami ilyesmi? Dirt blokkot. Miből? Clay soilból. Nem, és minek nevés sand? Sandbag. Nem tudsz csinálni izét, olyan blokkot, hogy ezt így be tudod tölteni? Mindegy, akkor ott majd kitöltjük. Igen. Semmi gond, gyerekek, minden oké. Okay. Uralom a helyzetet. Lehet, hogy még egyet amúgy is le kéne ásni. Ennek örülök megint, hogy megint kitaláltunk valamit. És jön az XP, mint az állat. Közben sülnek lent a dolgok, lesz egy csomó acélunk, még jobban meg tudjuk erősíteni a bázisunkat. Rengeteg fa kell, ne felejtsük el, mert megint ugye clay kell rengeteg, minden kell rengeteg. Itt lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy egy ilyen félig lábakon állót csinálunk, ilyen pilléreken állót. Nem tudom, hogy meddig mehetek. Ez már lehet, hogy... Na, itt már lehet, hogy leásol. Nem egyszerű kihozni egyenesre. Baj, megoldjuk ám, gyerekek, megoldjuk. Nem lesz itt semmi gond. De milliónyi klétszerünk, oda nézzétek, jó. Ássunk. Itt kellene volna csinálni, előbb is már ezt. Mekkora kert legyen, mekkora üveg? Ha legyen egy nagy asztal, akkor ugye tudunk folyamatosan ültetni, gondolom a magok. Azok fognak jönni, hogyha ültetsz valamit, akkor utána
Nem csak. Lehet, hogy a magot azt lehet, hogy mindig úgy kell előállítanod, ugye? Lehet, hogy a magot azt úgy kell előállítanunk. Mit tudom én, lehet, mit tudom én, krumpli az jön x darab, és akkor azt felét mondjuk felhasználod, hogy magot készítesz belőle. Hát itt milyen szarul jön itt a clay? A másik erdős részen milyen marha jól jött? Ugye a szent miatt? Oda meg esetleg egy tornyot kell csinálni oda fölőre még. Egy kilátott, bár aztán ez is elég jó. Ne felejtsük el, hogy... hogy vagyunk. Kellene csinálnom időért egy-két frame-et. De szó szerint csak egy-kettőt, mert nem nagyon hoztam magammal. Mert ugye ezt le kéne néha rakni, és akkor így elsimítja. Leteszed. Várjál már, mi van itt. És akkor látod, hogy ez hogy, hogy van. Például ezt még ki kell ütni. Okay. Ja, így le tudod simogatni, és hogy látod, hogy például ez nem tudod oda rakni, az azt jelenti, hogy azt ki kell ütni. Oké. Okay. Itt ezt például rá tudjuk rakni, akkor azt csinálja, hogy lesimul. Úgyhogy ez tök jó. Itt is például ugye le tudod simítani ezzel a trükkel, hogy... hogy... ezt is ugye le tudod simítani ezzel a trükkel. Mivel ahogy lerakod a blokkot, ugye ez kisimítja a területet alapban. Így frankó. Itt is például ide rakjuk. És már is sima, már is egy sík részt látsz. Hogy meddig kellene leszedni. Lehet, hogy még egy sort le fogok szedni, de egyelőre csináljuk itt tovább. Lehet, hogy még egy sort le fogok szedni, és akkor azt fogjuk, de mindenképpen arra még orientálódjuk. Jó, megyünk arra, gyerekek, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, básom magam, aztán az a gond, hogy nem nagyon látod a különbséget, hogy honnan van, mi a szikla, meg mi a homok. És mi a föld, vagy nem tudom még. Nem nagyon látni tényleg a különbséget a kettő között. Jó, beás, akkor azt megnézzük, hogy... Franco. Megépítjük itt is a 4-es metrót, vagyis megépítjük, mert az előttiben nem építettük, mert ott hagytuk a francba. Gyerekek, tudjátok mit kellett volna? Baza! Van egy ötletem. Van egy nagy ötletem, lehet, hogy ezt hagyom a francba. Lehet, hogy ezt hagyom. Lehet, hogy van egy ötletem. Van egy sokkal jobb ötletem, úgyhogy lehet, hogy ezt hagyom. Hát ez most itt kibágyáztuk, egy kicsit kialakítom, hogy normálisan nézen ki, úgy nézen ki, mint hogyha nem lenne szétfaragva. Ilyen. Természetesebbre alakítjuk. Jó, és lehet, hogy van egy hatalmas ötletem. Van egy nagy ötletem. Igaz, hogy ez kicsit nehezebb megvalósítani, de lehet, hogy sokkal érdekesebb lenne. Nem nagyon jön be nekem ez az egész, hogy itt fönt legyen a kertem. Mi lenne, hogyha mi a hegy legmélyebb gyomrába lenne a kertem? Mondjuk... Várjál már. Kipör, valamit kitaláltál. Kipör, valamit kitalált valami nagyon csúnya dolgot, vagyis egy nagyon érdekes dolgot. Mindjárt kicsit körülnézünk, hogy nincsen valahol egy síkabb rész. Kicsit távolabb. Aha, 72 méterre. Itt van az ágyunk. Itt van a... Ez mi az a kék? Amúgy...
Mi az a kék? Miért kék? Mi az a kék? Mindjárt körülnélek egy picit. Azt nem tudom, mi az a kék. Ez micsoda egyébként? Ez izé, ez ólom. Körül akkor valami eszembe jutott, gyerekek, de tényleg egy etikusan jó dolog. És azt még nem akarom megosztani veletek, mert össze kellett találni egy olyan helyet, ahol ezt ki lehetne vitelezni, vagy hogy mondják, kivitelezhető lenne. Baze, ez nem egyszerű. Úgy Isten, nagyon magasan vagyunk. Ez mi? Nem micsoda? Szén vagy mi a ráadás? Vagy ilyen olajpala akármi? Az, olajpala. Jó, nem baj, ez nem kell. Föl kéne jutni még följebb. Bazen megint egy olyan epikus dolgot találtam ki, hogy be fogtok szarni tőle, de nem bírok fölvenni. Úgyhogy valahol kell találni egy utat. Hogy feljussak. Úristen, de magasan vagyunk ki. Jézus Mária. Jöjj, na, végre felül. Még nem vagyunk a csúcson, de várjál ma. Hát fel valami méter. Úgy. Oké. Jó, még odébb kell. Ne essünk, nem akarom eltörni a lábamat. Érdekes, hogy megint nincsen egy büdös zombi se sehol. Észrevittitek? Észrevettétek? Odára az van. Megpróbálok lejutni! Óvatosba, bazze! Na. Azt nézem, hogy ez... 124... A közepe... 124 nyugatra van. Mi nekünk is 124 nyugatra kellene valahol leásnunk. 124 nyugat. Tehát itt valahol, itt is 124 nyugatot nézzük, meg 124 nyugat. Big waypoint. Jó. Az ott van. Nyugat. Megnézek távolabb még egy kicsit. Koordinátákat próbálom itt rájönni, hogy hogy van jól. De baj, ez már nagyon mélyen lesz a ciklába. Jó, menjünk fel, menjünk fel. Úristen, gyerekek. Jézus, úristen. Oh, olyan jó lenne. Olyan jó dolgot találtam ki, hogy nem hiszitek el, de egyébként milyen baromi nagy az a hegy. Egy vonulat. Vagy még én is, és azt csináljam meg, de annyira jó dolgot találtam ki. Arra gondoltam, hogy a föld alatt lehetne a kert. Csak kellene tárnákat, ahol a fény lemegy. Érted? Azért magasabban vagyok, mint a madarak. Tárnák kellenének, ahol a fény lemegy. Hopp, óvatosba. És az a baj, akkora ez a hegy, mint az atom. És ez az nem megvalósít. Ilyen, azért nem kérek több száz méter mély tárnákat ásni. Ezért. Lehet, hogy akkor mégis az lesz, hogy ott fönt lesz a... Pedig az lenne jó, a föld alatt lenne, annyira jó lenne, valahogy ki kéne találni gyerekek rá. Valamit erre ki kell találnunk. Ez mi? Na, ez pont kell nekem, hogy ezt kibányászom. Mert ugye ez kell pont a kerthez, jó?
Bocsász, bocsász, azt ki kell csapnom. Jó, jó, ez kell, ez kell. Milyen sok XP jön? Bazza ettől. Meg ugye ez kell például a puskaporhoz is, úgyhogy ezt kicsapom, gyerekek, várjatok, bocsánat. Meg kiötleteljük mi ezt a dolgot, még nem adom fel. Jó, annyira nem akarok itt széttúrni minden. Idő volt, amit készítettem, ugye? Ez nem a legjobb. Nézzük meg, másik irányba esetleg. Hogyha itt. Az a lényeg, hogy úgy kellene megoldanom, hogy a főteremből legyen egy alagút. És az az a lényeg, hogy a főtermem az körülbelül itt van. És most észak 11.80-on. Ha észak 11... Ja nem, ott ugye hülye vagyok, ott van. 11.80-on van az ágyam. De jó, és mutatja is akkor. És akkor az ágyamtól egy kicsit lejjebb lenne. Dél 11.80, jobban mondva. Dél 11.83-on. Lehetne. Az dél 11.83, az itt van. Itt viszont ki tudnám alakítani azért, a tárnát. Ugye? Az tök jó lenne. Jó, akkor ebbe a pontba el kellene ásnom az ágyamtól, és akkor itt lennének, ezt itt lebetonoztam a tetején, lennének rácsok, lennének tárnák, ahol a fény lejut. Úgyhogy ezt így kellene megvalósítani. Elég valószínű, hogy nem itt ásnák be magukat, de hát azt is be lehet vonni akármány réteg betonnal. Ugye a bejáratnál fognak valószínű támadni. Jó! Srácok, bocs, hogy itt ilyen tökölés van, de tényleg egy epikus dolgot akarok csinálni, egy olyan bázist, ami tényleg nagyon jó. Szóval, bazze, megint ásgatunk ám a világ végéig. Igen. Jaj, bazze, megint van ez a szar. Van a szar. A lépcsőházból menjünk? Lehetne a lépcsőházból indulni. És akkor még egy kicsit följebb is indulna. Hol vagyunk? Mennyi vagyunk? Az a, ide raktám az ágyat. Ja. Ó, nincsen idejve. Nincsen felabrédelve alatt alól. Jó, most nem is lesz. Ide raknám az ágyat, és akkor tudnám, hogy az ágyam az hol van. Mennyi van, ugye? Ott lenne bejárata. Itt. Itt lenne bejárata. És elmennénk egész addig. Meg kell nézni ott, hogy meg. Már mennyi van az ágy most? Mi is ott vagyunk, ugye elvileg. Az ágyunk van dél 11.94. Dél 11.94. Bocs, föl kéne futnom még egyszer. És meg kellene nézni, hogy a dél 11.94-en van egy olyan pont, ahol tök jól el lehetne, csinálni azt a platót. Dél 11.90... Mennyin? 98-an. Hogy oda kialakítani azt a... Mindjárt felmegyek ám, csak itt nem tudok. Nem baj, hogyha egy picit messze van, úgyhogy az nem zavar. Csak az a lényeg, hogy dél 11.98-on legyen. Na nézzük, hol a dél 11.98? Hol, még jóval beljebb. Ja, hülye vagyok, eddig eljöttem. Hát kb. Eddig kellene így. Dél 11.98. Ja, 94-en van az ágy. Dél 11.94. Meg kell nézni. Azt kb. Van egy olyan plató, ahol létre tudnék hozni. És megnézzük a magasságunkat is. Ugye, mert magasságot is tudunk nézni. Hogy mennyi réteg lenne alatt. Oppa! Gyerekek, itt. Itt lenne jó. Itt, pont ez alatt. Most vagyunk. Ez se jó. De 94. Vagy. Akkor még arrébb kell. 11.94. Figyeljetek, ez jó. Itt. Itt maximum kiásom. Nézzük meg egy kicsit be. Nem jó. Mindenképp ezen a vonalon kell mozognunk, ugye, észak-dél irányba. Vagyis nem kelet-nyugat irányba. Itt. Arra nem jó, itt kell kialakítanunk. Pont. Várjál, megmondom, hogy hol. Itt kell kialakítanunk.
a kártünket. 11.94-re. Oké, okay. Azt még meg kell nézni, hogy milyen magasan vagyunk. A magasságunk a 112 méter. Megnézzük, hogy a földszinten, vagyis ahol van a hátizsákunk, az mennyin van, és akkor ki fogjuk tudni számolni, hogy hány méternyi reölednénk benne a föld alatt. Itt is meg tudjuk nézni, ugye, hogy ez milyen messze van. 83 métert kellene ásniuk arra, hogy beássák magukat, minimum. És a földszintünk, nem is tudom mennyi volt, 100 valamennyi, 110 vagy 60. Egy 60 blokk mélyre kellene ásni, és 110 valamennyit a föld, tehát oda biztos nem fognak beásni, az 100%. Úgyhogy ott fogjuk kialakítani a mik is. És csinálunk ilyen tárnákat, és tetejét barácsozzuk, és akkor ott lemegy a napfény. Szerintem ebben ezt kellene kitalálni, vagy ezt kellene megvalósítani. Én nagyon szeretném. Remélem benne vagytok. Hát elég gyorsan tudom. Auger lenne, jó, tudom. Figyeljetek, most oda lényeg, el kell ásnom, addig passzak. Még ne jó, hogy nem nagyon találok ki olyan kihívásokat, amik szinte megvalósíthatatlanak. Hát figyeljetek, XP az jön annyi, mint a sár. De itt miért van föld? Igen, oppa, valami vasat is találtok. Figyeljetek, most nem cseszünk el sem erre irányt, hanem így, ugye, így megyünk végig. Jó van, gyerekek! Csapjuk a... Nem tudom, mióta megy megint ez a rész. Megcsináljuk a... Hát ilyenkor nem váltok át izére lapátra, mert a halál. És akkor ugye ott, ha leások majd, akkor ott csinálok egy platót, ami le lesz betonozva, és azon lesznek a rácsok. A fény beeresztő rácsok. Szerintem kell! Szerintem kell a napfény hozzá, ugye? Hát arra nagyon kíváncsi, hogy remélem, hogy működni fog. A gyerekek, azért megint kitaláltunk valami epic dolgot. Mennyire gyorsan haladok? Hány méterre vagyunk a tolajjeltől? 82 méterre. Hát az nem kevés, de... azért jó, hogyha távolabb van. Mármint azért nem fölém csináltam. Most gondolod, hát miért nem csináltad fölé? Mert akkor a zombik lehet, hogy ugye észlelnek, vagy be akarnak jönni, de ha messzebb van, akkor valószínűleg oda nem akarnak bejönni. Hiába azt én építettem, nem törekednek arra, hogy oda bejöjjenek. Jaj, de jó, meg izé, ólom meg minden ilyen gyerekek itt, bazzak. Hát itt tényleg valaki írta ez alatt, hogy a hegymé királya. Csém. Kiből az meg kitalálta a hülyeséget, rendesen. És eddig lemennek ezek az erek, látjátok? Amikor egy ilyen vaseret találsz... Eddig nem találtam soha vasat. Így ahogy mászt, ástam, és most meg mennyi van, tök jó. Jó, hát ezt először ugye végigásom. Fogjátok a fejeteket, szerintem komolyan, de... Az lesz a baj, hogyha nem fog működni ez. Hát akkor megint tudom, hogy raktárnak használom, vagy lehet, hogy garázsnak. Már most látom, hogy ebből egy garázs is lesz mellette. Ilyen jó messze. De bejárok a motorra, és akkor végig tudok itt jönni. Gyerekek, hát megint kitalálhatjuk a kökét. Hát jó, egy darabig elkapogatunk. Bocsánat, hogy az építkezés az ennyire mániám, de nyilvánom. Srácok. De viszont ide is, figyeljetek, itt ezt is meg tudom csinálni, hogy mit tudom én, csinálok egy csomó boldort, hogy innen ne jöjjenek. Mert szerintem a bejár... mindig oda jönnek, ahol te vagy. Úgyhogy a bejáratnál leszek, mondjából, akkor onnan oda fognak jönni. Szóval tűnt valami. Itt kiütöttem, de nem tudom mit. Elfogyott a stamina. Mennyire vagyunk távol? 80 valányi méter, figyeljetek, már egy 20 métert mentünk. Igazából akkor még háromszor ennyi, azt ott vagyunk. Szóval nem egy olyan nagy kaland. És ott meg kialakítunk egy baró lesz. Azt a betya, hallod itt ma? Jézus Isten, hallod. Elborult az agyam, esett komolyan. Na nézzük, mi a szitu itt. Jó, itt még a... itt is lesz egy csomó irona, itt meg még megy be a rengeteg store. Itt meg, várj, itt még, mi ég? Mi készül? Semmi. Ja, ez készült, oké, okay, tartom.
Van 290 acélom, abban 29-at izét tudok majd felabrérálni. Hát akkor megcsináljuk is meg. Hát ez a az előző bázisaim, az képest ez azok egy semmik voltak. És ez valószínű, hogy följebb még nem fogom most upgrade-elni, mert a minek. Ja, mert ott valami megsérült. Aha. Zombi fogót még nem. A rácsot kellene még fölöttem majd, hogy nehogy véletlenül ott betörjenek. Meg itt ezeket kellene, a szélsőket. Ja, mert mindegy van, tömbforgás, a szélsőket. Kell, hogy legyen nálam beton, mert áááá, nincs nálam beton, mennyi idő van a célom még? Még 170, jó, akkor még izajét hozok. Szerintem itt is van. Ja, 1400 darab. De tök fölösleges lutóval szerintem a cementet, mert annyi készül, amennyit nem akarsz, annyit bányászol, és akkor mi is jön belőle. Na nézzük. Jó, a gyerekek, ez itt fullos, ugye? Ez itt fullos, a tetejét kellene megcsinálnom, szóval mégül is meg kell csinálni az egészet, more! A szalad tökölészek. Minden. Itt full acél legyen ez az egész kotla, nem? Hát mit szórakozzunk, gyereke? Csináljuk folyamatosan az acélt, megcsináljuk az egészet. Tiszta acélból lesz az egész bázis. Öcsém, hát nehogy ezen átjöjjenek! Hát hallod? Ha megőrülök, ha ezen átjönnek. Jó, picit koppogatok még, ha nem baj. Picit koppogatok, ha nem baj. Iszok egy... van egy, amelyik jobban neveli a staminát? Pia. Mit csinálsz képővel? Na, ez mennyi staminát ad? 15%, ez meg csak... Ez is 15%. Sör az... Nem a rójátok. Kávét, ígyunk egy kávét, hát ma. Hiszen van. Aztán akkor csapjuk már ki azt a lukat. Mariama? Ez az, csapjad neki! Nincs olyan buff, hogy ilyen block damage-et ad? Vagy mit tudom én? Érdekes, néha olyan helyeken ütök ki blokkot, nem is értem. Hát ezt is megcsináljuk ám majd a maximum, elsőre ugye fából, utána betonból, hát ne vicceljetek, hát itt komoly dolgok vannak készülőbe. És már 47. szinten vagyok, már 147 az izé a max HP-m. Egy ilyen 200-nál már biztos kemény zombik jönnek. Szerintem 28. Napon baromi kemények jönnek, úgyhogy azért is gondoltam, hogy rengeteg acélt. Figyeljetek, kéne még acélt olvasztani, akkor legyen az egy fullosodok. Figyeljetek, azon a bejáraton ne jöjjenek át a 28. nap, nem? Jé, mi a szar csirálsz ki az? Na melyikben van acél, és melyikben van mind a kettő? Az, akkor ki is kellene menni ezt, és akkor átrakni abba. Melyikben van mind a kettő? Ebbe, ugye? Akkor ebbe szóri, dobjuk bele. Hol van az öntő? Öntőkár. 122 gyerekek. Ez is... No comment, annyi... Ha? Annyi acélom, meg mindenem lesz. Meg most is szereztük egy csomó clayt, amúgy elmondom nektek. Hova szarba raktam? 3000 darabot megint kiütöttünk. Jó. Akkor ez lesz a projekt. Én ezt erőltetem. Szeretném... Nem olyan lassan ütjük már ki. Valószínűleg nem gameplay, vagy gameplaybe fog lenni. Még mindig 62 méter, én már eltökölte az időt a képet. Csapjuk neki, aztán hamar haladunk ám. 80 valamennyi méter volt először, most már 62, ugye felénél vagyunk, úgyhogy gyorsak vagyunk viszonylag. Ugye még rongálódik ez a szerszám. Figyeljetek, 60 méternyi beton, vagy izé lesz fölötte. Kő, meg 122 méternyi minden távolságra minimum. Nem valószínű, hogy befogják oda fúrni magukat. Nagyon a hegy mélyébe lesz száll ez. Ez talán még jobban, mint ez. Nézd meg, mert itt ekkora távolság van, itt meg innen kezdődik. Á! Ez még védettebb lesz, baze! Mint a... Védettebb lesz, mint a főterem. Egyelőre az a gond, hogy a rácsokon
hogyha fölül beássák magukat, akkor le tudnak jönni, de nem minden magyar fognak elkezdeni ásni egyébként. Tényleg nem hiszem. Hoppa! De még ettem! Ez jó volt, grafikai hiba. Hát kövem az megint annyi lesz, mint a sár. Nekik az alagutat legalább ássuk ki még ebben a részben, én úgy gondolom. Hát mennyi van? 54 méter. Furog vele, ások, mint a hülye. Valami ilyen izéket, 100 métereket végig ilyen alagutakat. Ezt meg kell csinálni, ami időre, ne viccelj. Legalább az alját meg a tetejét megcsinálod, akkor már szögletes lesz az alagút, tudod. Fasz kell millió darab. Legközelebb az összes fát elültetem azon a nagy réten. És akkor mit tudom, sok ezer darabok. Na, mennyire tartó? 50 méter. Beleütköztük egy vas lelőhelybe. Ez nekünk nagyon nagy boldogság. Tudunk örülni neki. Ugye ennél jobb már csak a hatos sárkány lenne. Úgyhogy ebben is jobb vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy ez megoldható-e. Figyeljetek, a zombi csapdát ezt megcsináltuk. Hát figyelj, csak a kertet is sikerül összehozni. Figyelj, itt meg nitrid van, de jó. Marha jó. Az meg pont kell a kerthez. Csinálunk egy csomó ládát. Ilyen kertészeti ládát mindent elültetünk mindig, ugye most már csak abba lehet. Ilyesek vagyunk. Ó, hogy a francis ember. És már csak abba tudunk. Nem lehet szabad földbe. Figyeljetek aztán, hogyha... Ja, először lehet, hogy megcsinálom úgy, hogy nem ások föl. Meglátjuk, hogy nő-e benne a növény, vagy nem nő. De akkor minek ilyen messze? De mindegy, hát... Ja. Messze van. Mi van ilyen? Ezért akartam térképet nézni. Ó, figyelj de! Figyelj! Mi a gyerek, baza, izai, mi az? Pac-Man, baza, végig a sziklába. Ássa a dolagutakat. Úgyis vagy több kiáratot is fogok ásni. Amilyen hülye vagyok, tudom? Már előre tudom. Alapkőig le, utána el a város közepéig. Figyeljetek, tudjátok, mi kellene? Elmondom neked. Itt. Elásni a városig. Figyelj de! Innen. Ugye itt van a... Puty! Itt a város széléhez, vagy a város közepére hallott. Aztán nem kell kóborognak. Megcsináljuk vele, megőrültök. Gameplay-ek ki, megcsinálom, mi úgy van. Mert szeretek vele játszani. Ez az egyetlen játék, most jelenleg, ezt is megmondom, hát komolyan. Farming semmi. Ez az egyetlen játék, amivel gameplay-en kívül is játszani. Farming van még gameplay-be se, mert nagyon nagyon elfáradtam abban. Millió részt felvettünk. Már nem találok benne újdonságot. És ez... Bocsánat érte a farming rajongóknak, de... Nem találok benne újdonságot már. Nem van túl lők a célot, na. Hoppá. Ugye ott vagyunk. És akkor azt csináljuk, hogy lefogok... Nem ások le, csináljunk egy izét. Csináljunk egy termet majd, jó? Terem. A hülye képen hallod. És tök jó, mert közben találok vasat is. Ja, annyira jók vagyunk, annyira imádom ezt az egészet. Érdekes, hogy itt, ez sima homok, mert clay-t nem ad. Ó, egy kis nitrit. Mindenen átvágunk, gyerekek. Ilyen izének érzem magam, ilyen... Gimlinnek, Törtnek a gyűrűk urából fogja. Mória bányáit megépítjük. Állítom a végén ez lesz ebben a sorozatban, hogy ilyen... Mint a... Voltak a... Nem a...
A Hobbitban volt, az a hatalmas nagy, ahol őrizte a kincset a sárkány, ilyen nagy izé terneket hozok majd létre. De bazzek, nem mentünk túl? Hú-hú! Túlmentünk, nem? Ja, és akkor várjál, így mutatja, hogy 43 méter, 43 méter izé van rajta. Mi a franc? 43 méternyi kő. Arra meg ugye, hogyha így, most így könnyű ugye megjelölném arra, de nem akarom, mert akkor meg elveszik ez a jel, vagy várjál. De meg tudom nézni, mert ugye itt vagyunk, 11.93 délen, kb. Itt a vége, és 11.22.20. Tehát akkor 80 méternyi minimum van arra. Vagy több száz. Oké, és kacok. Jó. És akkor itt ki kellene alakítani egy termet. Egy kicsit korábban kellene kezdeni, visszafele megyünk egy picit. Így. Hú, vége kellene lenni ennek a videónak. Gyerekek, elbúcsúzom, mert baromi hosszú. Oda nézzetek, bazze, milyen hosszú. Jézus, ú, Isten, ide kell egy motor, bazze. Kell csinálni majd egy motort, amin ide bejövök. Halára sose érek ki, nőcsén. Bokker. Hát ez egy állat ez a Keeper, nem? És ott ilyen, kezdek félni magamtól, tényleg. És figyelj, cementet minek lutoljak, amikor itt millió, végtelen mennyiségű van, nem? Ezt nem is értettem. Igazából. 88 van már. Jaj, egy kicsit upgrade-elek, nem bírom ki, már annyi mindent csinálunk egyszerre. Ott ki meg szerintem tomba a warrior, vagy nem tudom, ilyen szar az idő. Ja. Jó, hát akkor... És 8. Jó, oké. Akkor 8 megvan. Tetejét is felupgrade-eljük természetesen. És akkor frankó lesz, akkor ez gyakorlatilag, még ott, még azt a pajzsrészt is, és akkor ez a rész, ez ilyen tök védett lesz szerintem. Meg itt kellene akkor eddig mindenképpen kellene acéllal, majd, az első 28. napig. Jó. Hát azért kinéz valahogy ez a bázis, nem? Gyerekek. Ott meg, ott benne a hegy mélyébe lesz a kert. Nem miért is, ne bazzem, minél bonyolultabb, meg minél összetettebb, még minél érdekesebb, azt is, azt sem felejtsük ki. Ja, ott azt még, azt a pajzsot, azt is le kell a célra megcsinálni. Na, jó, elbúcsúzom gyerekek, baró hosszú ez a rész, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, imádom. Imádom, ja, meg itt ezt is meg kellene majd csinálni. Kis ketrecünket. Hát ha idáig bejutnak, akkor köszönöm szépen. Egyébként ha onnan támadnának, vagy bárhonnan, akkor ugye fordítva is igaz ez, mert ide bejövök, tudok kifele lövöldözni. Ide bejövök, megint tudok, és gyakorlatilag ez egy ilyen két irányú védelem lesz. Te hülye Keeper. Na, kösz a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csörtészt, sziasztok!